mától kezdve teljesen kicserélődik a határvédelmet teljesítő személyi állomány? Tehát túl vagyunk az átmeneti időszakon? Tehát tegnap reggel 7 órakor fejezte be az utolsó szolgálatát a honvédség illetékes járőre, és már több nap óta tartó folyamat végére került pont. 2015-ben kezdődött járőrszolgálatot fokozatosan befejezte a honvédség, és visszatért ahhoz a feladatához, amely az ország katonai biztonságának a garantálására jelent, NATO-val való szoros együttműködést, határbiztosítási feladatok ellátását az ukrán határon. Egy szóval azokat a katonai tennivalókat, amelyet a jelenlegi biztonságpolitikai környezet indokol. A feladatot fokozatosan adták át. Most érkezett el az a létszámhelyzet a létrehozott határvadász ezrednél, meghaladta a szolgálatba lépettek száma az 1000 főt, hogy át tudták venni azokat a feladatokat, amelyet az elmúlt években, 2015 óta az elmúlt 8 év, közel 8 évben elláttak a honvédek becsülettel és sikeres, komoly eredményességgel. És hát nagyon komoly kihívások elé állítja a déli határ menti a szerb oldalon látható, hallható helyzet az új határvadász ezrednek a munkatársait, hiszen hallhattuk, hogy most már napi rendszerességgel, vagy ha nem is napi rendszerességgel, de rendszeresen történnek különböző lövöldözések, garázda cselekmények a határ túloldalán, és nem maradt következmények nélkül az ember csempész bandák horrogosi lövöldözése sem. A szerb hatóságok tegnap összesen 109 illegális migránst fogtak el Szabadka mellett, kettőjük ellen elfogató parancs volt érvényben Franciaországban, terrorizmus miatt egyikük az afgán hadsereg magasrangú tisztje, másik egy orvlövész, gépfegyverek, lőszerek, kábítószer is előkerült. A délvidéki emberek számára nyilván talán ez a legjobb, vagyis az ő szempontjukból a legjobb ez a hír, de ön szerint elég lehet egy ilyen akció, vagy az ilyen elemek folyamatosan, hát úgymond újra termelődnek az illegális bevándorlás miatt? A helyzet úgy áll, hogy 268 ezeret meghaladta az elfogott határsértők száma az idei évben, 120 ezer volt a tavalyi évben ugyanebben az időszakban, tehát tulajdonképpen az év végét elértük, hát talán még néhány száz fő elfogásra került holnap éjfélig. Ez a növekvő létszám, ez nem pusztán csak számbeli növekedést jelent, hanem a korábbi évekhez képest jelentős változások mentek végbe. Részben az állampolgársági összetételben olyan állampolgárok is megjelentek a határunkon, akiket korábban nem találkoztunk, indiaiak, pakisztániak, bangladesiek. Másrészt az addigi jelentősen vegyes összetételű, tehát fiatalok, idősebbek, családosak, egyedülállók helyett ma már szinte kizárólag fiatal férfiak nagy csoportokban jelentkeznek átlépésre, vagy próbálkoznak az átlépéssel. A fiatal férfiak magatartásában változás történt, ma már a rendőrjárőre való találkozásnál nem próbálnak elbújni vagy elmenekülni, hanem azonnal támadólag lépnek föl, és számos olyan esemény történt szerb oldalon is, és most már Magyarország területén is, amikor a rendőrökkel szembe való agresszív fellépés komoly veszélyhelyzetet idézett. Előlegutóbb talán emlékeznek rá, 8 rendőrautó sérült, meg 2 rendőr megsebesült. Egy korábbi időpontban lőfegyverrel rálőttek a üldözést végrehajtó rendőri erőkre, vagyis a fellépés agresszivitása, felfegyverkezve történő elkövetése csak aláhúzza azt a nyomatékos magyar kormányzati álláspontot, hogy itt nem menekültekkel van dolgunk, hanem a szervezett bűnözés által szervezett erőszakos betörési kísérlettel, amelynek az elhárítása, a határbiztosítási feladatok ellátása a magyar rendvédelmi erőknek, és eddig az elmúlt években a magyar honvédségnek egy nagyon sikeresen végrehajtott projektjeként garantálni tudta a magyar emberek biztonságát, de egyébként az európai emberek biztonságát is. 268 ezer egy félelmetes szám, de a számokon túl ön szerint mitől óvta meg a magyar határvédelmi rendszer Európát 2022-ben? Hát nézze, hogyha 2015-ös eseményekre gondolok vissza, és hát az azóta Európa szerte az úgynevezett célországokba bekövetkezett súlyos közbiztonsági és nemzetbiztonsági veszélyeztetésekre,
erőszakos cselekményekre, akkor azt mondhatjuk, hogy a közbiztonság védelmében megtett magyar erőfeszítéseket egész Európa érzékelhette, és úgy hiszem én, hogyha az Európai Unió szintjén nem is, de nagyon sok nemzetállam tekintetében példaként tekintenek azokra az intézkedésekre, amelyet a határbiztonsága, a határellenőrzés szigora érvényesítése során a biztonságért a Magyarország meg, Európa biztonságáért Magyarország megtett. Az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött az a megállapodás, ami az eddig befagyasztott uniós források feloldásának az előszobája, de nagyon úgy tűnik, hogy a brüsszeli testület ezt, amit ön is mondott, nem annyira ismeri el, továbbra sem képes megemészteni a menekültügyi rendszerünket. Ön szerint lehet itt még kompromisszum magyar részről? Hát, tehát van még hova hátrálnunk? Nézze, az, hogy megemészteni tudja vagy nem, az kétségtelen tény, hogy elég nagy azoknak az európai tisztségviselőknek, képviselőknek, szakértőknek a száma, akik a jelenleg kirobbant európai szintű vesztegetési botrány érintettjei. Úgyhogy nagyon sok információk van most már arra is, hogy azok a soros szervezetek, amelyekkel Magyarország ellen a hangulatkeltést, hamis hírek terjesztését szorgalmazták az elmúlt években, hogyan működtek és mit tesznek ma, kik azok, akik az ő érdekükben a politikai döntéshozatal szintjén nagyfokú aktivitást tanúsítanak. Ugyanez a helyzet nagyon sok tekintetben a magyarországi baloldali pártok álláspontjában, értékítéletében, finanszírozásában. Én azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell, és mindent reálisan és elsősorban az európai emberek érdekeinek megfelelően kell végrehajtani. A határbiztonság kétségtelen ilyen kérdés. Azok az országok, akik ebben lehetőséget látnak, munkaerő igényük teljesülését vélelmezik, azoknak számos lehetőségük van arra, hogy teljesen legális módon beengedjenek az országukba olyanokat, akik alkalmasak szakmai munkavégzésre, munkaerőhiány pótlására, és elkerülhetőek azok a súlyos események, amelyek például a balkáni útvonalon, vagy akár az olasz partoknál a tengeren való átkelésnél, vagy a görög-török határon a tengeren való átkelésnél bekövetkeznek, emberéletek sokasága vészel. Továbbá az átáramló nagy létszámú több százezer fős migráns csoportok tulajdonképpen azokat a balkáni országokat, amelyeken áthaladnak, hát letapossák, semmibe veszik az ottani hatóságok munkáját, ellehetetlenítik, és nagyon sok olyan térség van, ahol szinte ellehetetlenítik az ott élő embereknek a mindennapi életét. Azért kérdeztem rá erre az uniós pénzeket érintő menekültügyi részre, mert nemrég kaptunk hírt arról, hogy akár a teljes kohéziós pénzt is elveszíteti Magyarország, hogyha nem rendezi, idézem a Európai Bizottság szóvivőjét, a menekültügyi egyebek mellett a menedékjog kérdését, amiben súlyos problémákat látnak. Ezen a téren ön szerint van még mozgástérünk? Nem tudom, nem ismerem a részleteit ennek a szóvivői nyilatkozatnak, és nem tudom, mennyire tükrözi ez a valóságosan is az Európai Bizottságnak a politikai álláspontját. Mi úgy gondoljuk, hogy kedvező folyamatok történtek. Magyarország teljesítette azokat az elvárásokat, amelyet a európai forrásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban támasztottak. Nyilván, ha további elgondolások, további politikai nyomásgyakorlás lesz, akkor ennek mérlegelésével majd a magyar kormány meghozza a szükséges döntéseket. Még egy utolsó kérdést engedjen meg. A napokban kicsit megnyugtatóbb híreket kaptunk a koszovói helyzetről, de az is lehet, hogy ez csak a közelgő szerb karácsony miatt van. Ön szerint befolyásolja a szerb-koszovói konfliktus kiéleződése a magyar és a szerb hatóságok együttműködését az illegális bevándorlás elleni küzdelemben? Nézze, Európa és tágabb értelemben a világ is egyre szaporodó számban láthatóan konfliktus helyzetek alakulnak ki, ilyen az egyik a koszovói, de hát azért, ha a koreai vagy a tajvani helyzetre gondolok, vagy sorolhatnánk azokat a veszélyes helyzeteket, amelyek a világban kialakultak, nyilvánvaló, hogy a koszovói kérdésben politikai megoldásra van szükség. Ezt most ebben a konkrét helyzetben, ami veszéllyel fenyegetett, ezt sikerült megtalálni, ezt a kompromisszumot, és
nagyon reménykedünk abban, hogy ezek a kérdések nemzetközi tárgyalásokkal megfelelő politikai döntésszintek érvényesítésével békésen rendezhetők lesznek.